Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2020. december 9-én szerdán, a pontos idő 19 óra. Kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Helyi adóbevételek. Élő adventi kalendárium mezőtúron. Mikulás várta a gyerekeket a túri kamrában. November 4-e óta rendkívüli jogrend lépett életbe, miszerint a polgármesterek hatáskörébe került át minden, amely korábban a bizottságok és a képviselőtestület hatáskörébe tartozott. Ettől függetlenül az előterjesztések kiküldése kerültek a képviselőtestület részére, amelyekre a képviselőknek volt lehetőségük reflektálni. Herceg Zsolt polgármester az ebben az időszakban meghozott polgármesteri döntésekről tartott sajtótájékoztatójában kitért az idei évi helyi adókivetésekről szóló előterjesztése is. Ez az előterjesztés az idei évi helyi adókivetésekről szól, az időarányos bevételi teljesülésekről, a kintlévőségeinkről és a behajthatatlan követelésekről. Amit az adózási területen el kell mondani, ugye már az imént említettem a gépjármű adót, ezen kívül a fontosabbak, ugye az építmény adó tekintetében 84%-os a teljesülés, a telekadó tekintetében 77%-os, az előbbi esetben az építmény adóknál 84%-os, tehát 86 millió volt a teljes kivetés, a telekadónál pedig 6,4 millió forint volt a kivetés mértéke. A magánszemélyek kommunális adója is egy jelentős tétel, hiszen 58 millió forint volt a teljes kivetési mérték, ennek 81%-a folyt be szeptember 30-ig. A legnagyobb bevételünk a helyi iparűzési adó, amely 700 millió forinttal szerepel most a módosított költségvetésünkben. Ugye itt utalnék vissza az évelei költségvetésre, ahol még 780 millió forinttal fogadtuk el a költségvetést, tehát annyi helyi iparűzési adó volt betervezve, tehát itt csak önmagában 80 millió forintot csökkentettünk. Itt jelen pillanatban 84%-os a teljesülés. A hátralékok kapcsán azt lehet elmondani, hogy annak a mértéke az 150 millió forint körül mozog, és hát volt olyan képviselőtársam, aki felvetette, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy ezek maradéktalanul behajtásra kerüljenek. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nem volt, nincs és nem is lesz, hogy minden kivetett adóforintot be tudunk hajtani. Sajnos nagyon sok olyan eset van, amikor ugye el kell indítanunk a folyamatot, először egy figyelmeztető levéllel, aztán pedig ugye elindulnak a speciális behajtásra vonatkozó folyamatok. Sok esetben ugye a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére adjuk át ezeket a követeléseinket, amelyet aztán ők hajtanak be, vagy próbálnak meg behajtani. Amit ki szeretnék emelni, az az, hogy végrehajtásra vonatkozó cselekmény az idei évben 4786 darab eljárás indult, tehát ebből a számból is látszik, hogy nagyon sok adóalany, ugye számos adó nem van, tehát ezt így kell tekinteni, figyelembe venni, de a lényeg az, hogy nagyon sok adóalany nem tesz eleget a jogszabály által előírt kötelezettségének, és ebből fakadóan az adó részen, az adó területén dolgozó kollégáimnak nagyon sok feladata van. Nyilvánvalóan a célunk az az, hogy amit csak lehet, a kivetett adókat azt valamilyen úton, módon beszedjük, behajtsuk az önkormányzatunk részére, hiszen ez kardinális hatással bír
az önkormányzatunk gazdálkodására. Úgyhogy jelen pillanatban itt tartunk a helyi adók terén, és hát hangsúlyozni kívánom, hogy a jövőben is mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy az önkormányzat a jogosan kivetett bevételeihez hozzájusson. Amit még itt az adózási témánál ki szeretnék emelni, az az, hogy nemrégiben az országos médiában is foglalkoztak az önkormányzati adókkal, nevezetesen arról, hogy arról szóltak a hírek, hogy nem vethetnek ki az önkormányzatok helyi adót, vagy az eddig biztosított kedvezményeket nem vonhatják meg. Szeretném jelezni, hogy az önkormányzatunk nem is gondolkodott azon, hogy adót vessünk ki 2021-re, hiszen úgy gondoljuk, meggyőződésünk, hogy most nem az adóemelések időszaka van, hiszen itt a pandémia idején nagyon sok család kerülhet, és került is sajnos bajba. Viszonylag sokan elveszítették a munkájukat, bár hála a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek, azért itt Mezőtoron is lehet látni, hogy nem olyan tragikus a helyzet, de ennek ellenére azt gondoltuk, hogy inkább a saját nadrágszíjunkat kell majd összehúzni. Egyébként a költségvetést hamarosan kezdjük el összeállítani, kérjük be az önkormányzati cégektől, intézményektől a 2021. évre vonatkozó költségvetési elképzeléseiket, és hát a tárgyalásokat, az egyeztetéseket ezzel kapcsolatosan el fogjuk kezdeni. Megváltozott az idei év adventi program sorozata. A szervezők újra gondolták és olyan alternatív megoldásokat kerestek, amelyek a korlátozásokat betartva ugyan, de ünnepi hangulatot csempésznek a mezőtúriak szívében. Így megkezdődött városunkban elsőként az élő adventi kalendárium. Bodor Márta, művelődés szervező elmondta, nagy örömmel szolgált, hogy milyen sokan aktívak és részt vesznek a számok felkutatásában. Az idei évben a vírushelyzetre való tekintettel számos program nem tudott megvalósulni, így az adventi programsorozat is rendhagyó módon lesz megtartva. Egy teljesen új kezdeményezést, élő adventi kalendáriumot szerveztek Mezőtúron. Mi tudhatunk ennek a részleteiről? Így van, idén első alkalommal hirdettük meg Mezőtúron az élő adventi kalendáriumot. Ez egyébként Soltvadkertből indult talán 5 évvel ezelőtt, és mára már több mint 100 település csatlakozott ehhez a mozgalomhoz. Mezőtúr ugye első ízben játszik, viszont nagyon örülök annak, hogy mind a 24 szám kiosztásra került, tehát 24 ablakban fognak majd világítani szépen sorban a számok, és nagyon sokan követik az eseményt, és elsétálnak az adott ablakokhoz, adott számokhoz. Nagyon fontos elmondani azt, hogy mindenki önkéntesen jelentkezett, aminek mi nagyon-nagyon örülünk, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk ezzel a mozgalommal kapcsolatban, hogy kicsit tényleg sikerül az adventi várakozást teljesebbé tenni, és kicsit meghittebbé varázsolni. Minden nap feladunk a Facebook oldalunkon egy feladványt, egy rejtvényt, hogy adott nap melyik nap, melyik városrészen, melyik ablakban fog majd az adott szám felgyulladni, és akkor a mezőtúriak el tudnak oda sétálni, megnézni az ablakot. És nagyon fontos, hogy őket is szeretnénk ösztönözni, akik ugye csak keresgélik ezeket a kivilágításokat, hogy posztoljanak az adott feladvány alá, posztolják oda azt a képet, amit ők készítenek, hogy megtalálták az ablakot, és úgy gondoltuk a kollégáimmal, hogy mi ezt pedig díjazni fogjuk. Így a posztok alatt mindig sorsolunk egy szemét, akinek a fotója nyer, és készítettünk egy bögrét a közösségi ház fotójával. Ezt Gecser István készítette 2019-ben, és neki is köszönjük, hogy megengedte, hogy ezt a fotót használjuk. Egy ilyen kis ajándékkal szeretnénk megköszönni azoknak, akik ellátogatnak az adott számokhoz, hogy elkészítik a fotót, mert ez nekünk is egy nagyon jó visszajelzés, hogy sikerül a Mezőtúr lakosságát megmozgatni, és sikerül egy kicsit a várakozást izgalmasabbá tenni.
A jövőben mi lesz a sorsa ennek a kezdeményezésnek? Úgy gondolom, hogy hagyományteremtő elképzelésként kezdtünk ehhez hozzá, így 2021-ben is szeretnénk folytatni, és nagyon bízom abban, hogy a számokat akár duplán vagy triplán kioszthatjuk. Így mondjuk az 1-es, 2-es, 3-as nem csak mondjuk a belvárosban, hanem a város többi pontján is felvillanhat, úgyhogy 2021-ben, szerintem novemberben érdemes lesz majd figyelni a kiírásunkat, és várjuk majd a lakosság jelentkezését, mind intézmények, vagy üzletek kirakatát, vagy pedig magánházak ablakait. A Túri kamrába is elérkezett a Mikulás, és várta az arra járókelő gyermekeket, akiknek egy kis meglepetéssel is kedveskedett. Dr. Barancsi Ágnes, a Túri kamra megálmodója elmondta, igyekeznek ebben az időszakban is egy kis varázslatot, karácsonyi hangulatot költöztetni a mezőtúriak szívében. Ellátogatott a télapó a Túri kamrába. Mit tudhatunk a mai napról? Ha jól tudom, akkor már rengeteg gyerek látogatta meg a mai napon a Mikulást. Igen, végtelenül boldogok vagyunk, hogy a Lapföldi Mikulás itt megállt, letette a rénszarvasait, és a Túri kamra teraszt vette birtokba. Amikor nyáron nyílt a teraszunk, akkor úgy gondoltuk, hogy ahogy a helyzet engedi, mindenképp szeretnénk közösségi programokat szervezni. Ebben a Covid helyzetben ugye nehezen mozdulnak ki az emberek, nyilván érthető módon, de mi azért mindent bevettünk, és igyekszünk egy kis varázslatot vagy karácsonyi hangulatot idehozni a teraszunkra, hiszen ez egy közösségi tér. Most mentek el a gyerkőcök, a Rákóczi úti általános iskolából a tanárnőkkel együtt körülbelül 50 fő gyerkőc látogatott el a Mikuláshoz, és mondtam is neki, hogy én annyira irigylem, mert hogy a gyerekek olyan titkokat megosztanak vele, amit egyébként nem mondanak el. Tehát csillogó szempárokat láthattunk, meleg teját osztottunk, illetve szaloncukrot. Tehát szeretnénk, hogy legalább a gyerekek ne érezzék ennek a nehéz vírusos helyzetnek a hátrányait. Itt láthatunk a háttérben egy csodaszép díszt, ha jól tudom, akkor ennek is van jelentősége a mai napon. Így van, egy kisfiú ihletett minket arra, Csongorka, arra, hogy csináljunk egy ilyen manókát, le is fotóztuk őket együtt, és elhatároztuk, hogy egy kis pályázatot vagy egy kis játékot indítunk. A játéknak az volt a lényege, hogy oda kell állni Csongi Manóhoz, fotózkodni, majd pedig a mi Facebook oldalunkra feltölteni a fényképet, aláírni a saját nevét, illetve az, hogy Csongi. Most 4 órakor fogjuk kihúzni a kalapból a nyerteseket. Elég sok pályázat érkezett, nagyon örülünk neki, hogy ezzel tudjuk egy kicsit a gyerekeket inspirálni arra, hogy játszunk közösen, mert hogy a játék nagyon fontos. Mit tudhatunk a Túri kamrának az ünnepi nyitvatartásáról? 24-én délig nyitva leszünk a szokásos időtartammal, tehát minden nap 8-kor nyitunk, este 6-kor zárunk, és 24-én is nyitva leszünk 8-tól 12-ig. Majd a két ünnep közt azért mi is pihenünk, és a januári nyitvatartásunk az 5-én indul kedden reggel 8-kor. Elérkezett a télapó a Túri kamrába, és itt várja a gyerekeket. Mit tudna mondani a télapó, honnan érkezett hozzánk, és hogyan érezte magát a mai napon? Lapföldről érkeztem, Rudolfékat elküldtem pihenni. Azért jöttem ide mezőtúrra, mert a Jó és Losz listán láttam, hogy nagyon-nagyon sok jó gyerek van itt mezőtúron. Idén mezőtúron volt a legtöbb jó gyerek. Nagyon-nagyon örülök neki, személyesen ezért is jöttem el. Ha jól tudom, akkor már nagyon sok gyerek látogatott el a télapóhoz. Erről mit tudhatunk? Így van. Mai nap nagyon sok gyerek eljött már ide hozzánk, ide a Túri kamrához. És az én leghűségesebb, legújabb barátom Csongi Manó is elkísérte erre az útra. Lehet velem is és Csongi Manóval is fényképezkedni. Ugye itt mezőtúron már nagyon sok gyerekkel találkoztam, nagyon sok beszélgetést folytattam velük. Tudom, kinek, Julcsikának, Pistikének, illetve Gizikének is tudom a leghőbb vágyát, mert elmondták nekem, hoztak leveleket is nekem. Nagyon sok gyerektől kaptam levelet.
Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ennyire jó seggyerek volt idén mezőtúron. Köszönöm nektek, gyerekek, hogy hisztek bennem, és hogy ilyen jók voltatok az idén. Boldog karácsonyt! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!